büntetőjog szerint a lopás a vagyon elleni bűncselekmények egyike, szabálysértésnek minősül. A törvény szerint, aki idegen dolgot mástól azért veszel, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követel. Az eltulajdonítás körülményei azonban különbözőek lehetnek. Ezeket utólag elemezve sokszor felmerül a kérdés, hogy megtette mindent az áldozat annak érdekében, hogy elkerülje a vele szemben elkövetett cselekményt. A ferencvárosi rendőrök elemzést készítettek a kerületi lopások ügyében tett feljelentéseket illetően. Arra voltak kíváncsiak, hogy a bejelentett esetek milyen arányban lehettek volna elkerülhetőek egy kis odafigyeléssel az áldozatok részéről. A mai biztonsági zónában ezt a témát járjuk körül Ámán András rendőr alezredessel, Ferencváros rendőrkapitányával. A tavaly év második felében végeztünk saját magunk érdekében egy ilyen számítást, és arra a megállapításra jutottunk, hogy a vagyon elleni bűncselekmények, azonban is a lopásoknak több mint 20%-a vezethető vissza arra, amikor a sértetnek a figyelmetlensége, hanyagsága vezetett oda, hogy bűncselekmény áldozatává vált. Néhány konkrét szituációval tudnám ezt legjobban szemléltetni, ami az elmúlt időszakban jellemző volt a ferencvárosi bűnesetekre. Volt több olyan esetünk, amikor mondjuk a sértettünk bement egy bevásárlóközpont mosdójába, és ott felejtette vagy a mobiltelefonját, vagy a táskáját. Majd mire az értéktárgyának a hiányát észlelte, több perc eltelt addig, és mire visszament a mosdóba, már nem találta ott a telefonját, illetve a táskáját. Volt olyan eset, amikor a feljelentő azért tett feljelentést, mert villamos megállóba felejtette a laptopját, majd mire leszállt a villamosról és visszautazott a laptopért, addigra már nem találta ott. Több olyan esetünk volt, amikor a gépkocsi motorház tetején, vagy a gépkocsi tetején hagyta a sértettünk a telefonját, táskáját, és mire eszébe jutott, addigra már a hűlt helyét találta az értékeinek. Ezek azok a szituációk, amire egy picit nagyobb figyelmet fordítanának az állampolgárok, akkor elkerülhetővé válna az, hogy áldozattá váljanak. Kérdés, hogy mi a jogi megítélése az olyan eseteknek, amikor valaki maga hagyja ott a táskáját, illetve mobiltelefonját közterületen, bevásárlóközpontban, vagy akár tömegközlekedési járművön, és azt így pofon egyszerűen, mondhatni, különösebb megerőltetés nélkül viszi el az elkövető az adott helyszínről. Itt a jogi megítélés attól függ, hogy az elkövetés helye pontosan micsoda. Hogyha egy bevásárlóközpontban a tömegközlekedési eszközön felejtett tárgyat talál meg valaki, és veszi magához azzal a szándékkal, hogy azt megtartsa, nagy Isten később értékesítse, az bizony ugyanúgy lopást követel, mint hogyha egyébként betörne valahová, tehát lopásnak minősül. Ha olyan nyilvános helyen, mondjuk a villamos megállóba vagy autóbusz megállóba hagyja valaki a tárgyait vagy az értékeit, akkor annak a megtalálása önmagában még nem bűncselekmény, azonban, hogyha 8 napon belül nem adja le valamely hatósághoz, vagy nem jutatja vissza a sértethez, akkor szintén jogsértésről beszélünk, ennek a neve jogtalan elsajátítás. Az általam említett eseteket szabadságvesztéssel rendeli a törvény büntetni, hogyha bűncselekmény valósul meg. Itt az értéktől függ, hogyha az érték meghaladja az 50 000 forintot, akkor már biztos, hogy bűncselekmény elkövetéséről beszélünk. Lopás vonatkozásában ez az érték alatt is lehet a cselekmény bűncselekmény, hogyha van egyéb minősítő körülmény. Például, hogyha egy táskát oly módon hagy el a sértett és találja meg az elkövető, mondjuk a bevásárlóközpont mosdójában, hogy a 20 000 forintnyi érték mellett van valamilyen közokirat vagy magánokirat, akkor az okiratok együttes elvétele miatt már a 20 000 forintos cselekmény is lehet bűncselekmény. A büntetési tétel az alapesetben 0-tól 2 évig terjedő szabadságvesztés, egyébként az érték határtól függően ez lehet jóval súlyosabb is. Az ilyen típusú lopások elkövetői köre sokszor eltérő háttérre rendelkezik azokhoz képest, akik rendszeresen hozhatók összefüggésbe vagyon elleni bűncselekményekkel. Ezért a felderítésük is másképpen történik. Ugye ilyen esetekben igazából nem is feltétlenül egy klasszikus bűnözőt kell keresnünk, hiszen az alkalom, ez a tipikus esete annak, hogy az alkalom szüli a tolvajt. Sok esetben a kamerafelvétel az, ami segíti az elkövető kiretnek a megállapítását, hiszen rövid idő telik el a, mondjuk egy mosdóban hagyott táska ott felejtése is a visszaellenőrzések között. Itt jó eséllyel az elkövető beazonosítása megtörténik, illetve a mobiltelefon esetében, hogy nem rutinos tapasztalat elkövetőkről beszélünk, több esetben jártunk úgy, hogy a saját vagy a hozzátartójának a SIM-kártyáját belehelyezett a telefonba, és nyilván van egy egyszerű módszertani útmutató, egy rutin feladat, hogy a lopott készüléknek a híváslistáját leellenőrizzük, adatokat beszerezzük, és azoknak az elemzése értékelés alapján el lehet jutni az elkövető személyéhez.
Ferencváros rendőrkapitányát arról is kérdeztük, hogy jelenleg milyen típusú bűncselekmények előfordulása jellemző a kerületben, tehát melyek azok a helyzetek, amelyekben figyelni kell, nehogy mi váljunk áldozattá. Szerencsére ez egy nyugodtabb időszak a kerület életében, de ha kell említenem bűncselekmény típust, amire fel szeretném hívni az állampolgárok figyelmét, az a gépkocsi feltörés. Ugye többször beszéltünk már róla, és amit továbbra is kérünk, hogy ne hagyjunk látható helyen értéket a gépjárművünkben, mert bizony az sok esetben a rossz szándékú embernek az érdeklődését felkelti, és bizony valamilyen módszerrel, akár ablakbetöréssel, akár zárfeszítéssel kinyitja a járművünket, és az a kedvenc féltett tárgyainkat, legyen az GPS, mobiltelefon vagy táska, meglovasítja. Tapasztalható nem csak a mostani időszakban, hanem ugye az egész évre jellemző bűncselekmény elkövetési mód, ez az úgynevezett besorolásos lopás. Ennek a lényege abban rejlik, és sajnos sok esetben felelőtlenek vagyunk, és mikor otthon tartózkodunk a lakásunkban, akkor nem zárjuk be az ingatlanunknak az ajtaját, és legtöbb esetben bejárattól nem messze helyezzük el azokat a kisebb méretű értéktárgyainkat, mobiltelefon, számítógép, laptop, táska, amelyet az elkövető könnyen meg tud szerezni, hiszen benyit a lakáshajdóba, benyúl, még lehet, hogy be se kell lépnie, és már a hűlt helyét találjuk az értékeinknek. A lopások, betöréses rablások elkövetői mellett azokat a csalókat is meg kell említeni, akik különböző módszerekkel próbálnak pénzt kicsikarni idős vagy védtelen emberektől. Egész évben jellemző elkövetési mód a hogy önkormányzati dolgozónak kiadva, vagy valamely szolgáltató munkatársának kiadva kireckednek be ismeretlen személyek, többnyire idős, egyedülálló személyekhez, és pénzt csalnak ki tőle, vagy legalábbis kifigyelik azt, hogy hol rejtegetheti, hol tárolhatja a megspórolt pénzét a kiszemelt áldozat, és azt valamilyen csellel, fondorlattal megszerzik. Jelenleg egyébként Ferencvárosban van egy olyan eset, amikor önkormányzati dolgozónak kiadva magát az elkövető, lopott el több ezer forintot a sértettünktől, erről egyébként kamerafelvétel is rendelkezésünkre áll, úgyhogy várjuk a lakosság segítségét, aki esetleg a felhívásunkban közzétett fényképfelvételen felismeri az általunk jelenleg ismeretlen elkövetőt.